Hölgyeim és Uraim, tisztelt vállalkozók! Én annak örülök, hogy együtt ünnepelhetjük a példaképeket. Ugye a példaképek a magyar társadalomban, ugye nagyon a példaképek közé nagyon nehezen illeszkedett be a vállalkozó. Talán tudják, hogy először ilyen bátortalan jókai regényeiben, a Fekete Gyémántól, az Aranyemberben jelent meg a vállalkozó. És valami gentry hagyomány alapján Magyarországon lehetett katona példakép, lehetett költő, fejedelem, pap, de a vállalkozó sokáig nem volt. Pedig a vállalkozó az, amelyik a társadalom alapját adja. Amikor hallom azt, hogy a adófizető pénzéből ezt meg azt csinálták, hát akkor rá kell jönni arra, hogy a miniszterelnök, a akadémikus, a orvos, a tanár, és bárkinek a jövedelme az a gazdaságból ered. Gazdaságból ered. És azért nagyon fontos, hogy egy társadalom racionálisan felismerje azt, hogy mi az az alap, amit erősítenie kell. A fehér civilizáció bukásának, a véleményem szerint, vagy visszaszorulásának, versenyképtelenségének egyik oka, hogy a hangsúlyt azt nem a termelő vállalkozásokra, hanem egyedekre tette. És amikor arról beszélek, hogy példaképek ülnek itt előttünk, a magam példájából mondanám, hogy a példaképek nem a regényekben és nem a filmekben kell megjelennek, hanem a mindennapokban. Saját példámból, hogy én egy kőműves mellett dolgoztam 11 éves koromtól, minden évben nyáron, nagyon kemény fizikai munkát, és áldj az Isten a kezét, jó sokszor elvert, ha rosszul kevertem a martelt, vagy előkéstem vele. Aztán 12-13 éves koromban elkezdtem nézni, hogy az én példaképem, ettől ő volt, mert ő építette a szép házakat, mindenki tisztelettel beszélt vele, vigyázva áll különböző emberek előtt, és mondta, hogy na azért, mert ezeknek diplomája van, ez egy mérnök, ez pedig jó, és akkor rájöttem arra, hogy nem kellene egy kicsit tanulni, az én példaképen valaki előtt vigyázva áll, akkor illene tanulni. Tehát nekem egy lökést adott. Amit én mondani akarok, hogy számomra az az elrémítő, hogy a magyar társadalomban, Európában is a termelő ember, a kétkezi munkás, akinek köszönhetjük az ételt, az eszközöket, amikkel rendelkezünk, azért lenézett háttérbe szorít. Én úgy gondolom, hogy a VOSZ büszke legyen arra, hogy emlékezetem szerint most már megyei kitüntetéseket is hozzád a központi rendezvényeket. Az elmúlt évtizeden túlmenően, hiszen több mint 10 éves ez a hagyomány, 1000-nél több kiváló példakép. Példakép kapott elismerést és kitüntetést. És ez így van. Úgyhogy gratulálok a kitüntetetteknek, remélem, hogy önöket is figyeli néhány fiatal, és ugyanazt akarja majd csinálni, és a társadalom egyszer majd rájön arra, hogy a tisztelet sorrendjén is változtatni kell. Tehát a legtiszteltebb ember, a termelő, az értéket létrehozó, a társadalom alapján biztosító ember. A másik, ami ünnepen túl, ugye minden évben van egy hagyomány, hogy maguk a vállalkozók a vállalkozás napján aktuális problémákat vetnek fel. Erre sor fog kerülni az ünnepség után, ahol volt pénzügyminiszterek, a Barta úr a VOSZ ellenőrző bizottság elnökének segítségével megpróbálják, ő lesz a műsorvezető, összerakni, hogy mi a kilábalás lehetősége Magyarországon. Ugye én itt sokszor elmondtam azt, hogy semmiféle csodát nem várjon senki, a jelenlévők, a vállalkozók racionálisan tudnak számolni. Tudják azt, hogy csodák nincsenek, vannak, csak meg kell őket szervezni, és idő kell hozzá, és alaposan meg kell szervezni, tehát isteni fuvallatra
elnézést attól, azoktól, akik ebben hisznek, hogy vannak olyan csodák, én nem hiszek a csodákba. Főleg nem hiszek gazdaság területén csodákba, és szeretném önöket emlékezni, mindig azt mondtam, hogy 10 év gödör van, 10 év kemény munka, nagyon hosszas felzárkózás, mert amit le lehet rombolni 100 nappal, néhány programmal, azt nem lehet gyorsan kikorrigálni. És Magyarország jelenlegi helyzetébe, tehát még nem érkezett el a kormánnyal a megállapodásunk értékelés, fél idei értékelés az jövőre van. Ami ebbe a nehéz helyzetben, ami a Magyarország van, az lesz a legnagyobb probléma, ha a vállalkozásokat próbálják tovább terhelni. Tehát akkor nincs növekedés. Ha nincs növekedés, akkor Magyarország csődbe jut. Ez a politika hozóknak a felelőssége. És akkor is csődbe jut, ha a gondok enyhítésére többlet hiteleket vesznek fel, tehát növelik az eladósodást. 2003-ban világos volt a kudarc, akkor a politika azt mondta, hogy az ő arcához nem fér hozzá, hogy elvegyen, inkább felvesz hitelt, és bekerült ebbe a csapdába. Tehát a vállalkozást és Magyarországot kettő veszély fenyegeti. Ha a vállalkozásokat terhelik, ezzel nyilván visszafogják a növekedésnek a lehetőségét, vagy a politika újabb eladósodást csinál, tehát újabb hiteleket vesz fel a problémák áthidalására. Tehát én a meglévő hitelek jóra cserélését is, én itt is elmondtam tavaly, meg előtte is, hálásak kell legyünk az IMF-nek, mert beszállt akkor mellénk, és mi magyarok magunk okoztuk gyakorlatilag ezt a helyzetet. De ne legyen illúzió, mondom, sok munkával lehetett kikerülni. Most az a fontos, és a kormány figyelmét erre hívnánk fel, mindig elmondom. Magyar vállalkozók jobbágy sorból szabadultak fel a rendszerváltáskor. Ez az időszak és a periódus sem elég a tőke felhalmozása. Ez egy tőkeszegény ország, tehát ha gazdaságot akarnak élénkíteni, akkor alapvetően tőke juttatást, vagy kamatmentes juttatással korszerűsíteni kell a hazai kis- és középvállalkozások technológiáját, rendszerét, mert ebben nagyon el vannak maradva, mert egy évtizede gyakorlatilag erre nem került sor. Gyorsítani kell, és felhívjuk a figyelmet, én tavasszal elmondtam a Szél-Kálmán tervnél, hogyha kivonnak a gazdaságból 1000 milliárdot, akkor mondjuk 600-at, most 1000 milliárdot, ha azt nem teszik vissza, tehát a nagyon helyes programon keresztül a költségvetési megtakarítás, az azt nem teszik vissza, akkor a GDP csökkenni fog. És akkor két egyemet fejeztem ki már, a 2011-es év teljesíthetőségét figyelni. Ha nem akarja a magyar kormány, hogy mínuszos GDP legyen, akkor mindent, amit kivesz, másik ágon, hitelekkel, tőkejuttatással, hazai vállalkozások számára vissza kell, hogy pörgessen. Különben megint sántítani fog a matematika, mi a gyakorlat oldaláról szólunk hozzá, és mondjuk, tetszenek nekünk az elméleti közgazdászok adatai meg számai, de ha visszapörgetjük az ilyen eseményeket, akkor biztos vagyok benne egy döntő fölénnyel, az igazolódik, hogy mi mondtuk a helyes számokat, és mi mondtuk a helyes várakozásokat. Ezért az a kérésünk a kormány felé, hogy egy jó stratégia, gazdaság élénkítés, attól ne távolodjanak, ne gyengítsék a gazdaság alapjait, mert azt tud növekedést produkálni, akkor 10 év alatt talán ebből a helyzetből ki lehet lábalni, és Magyarország versenyképes lehet. Én nem tudok ennél vigasztalóbbat mondani, tőlem senki nem hallotta ez alatt az idő alatt, hogy én elhittem volna 2 vagy 3 év alatt a csodaváró gazdasághoz, nem értő egyszerű lakosság, nem érti a piacgazdaságot, vele szerint. És van még egy dolog. Ugye én itt egyszer egyik alkalommal beszéltem a siitákról, meg a szunitákról. Hungaró szuniták és hungaró siiták. Meggyőződésem,
és a vállalkozók hangosan mondják, és mindenki mondja, aki szereti Magyarországot, hogy Magyarország Mohács előtt van. Előtt. Ahol nem arról szól valaki, hogy a Tomori érsek, hogy az Ápolyon rivalizál, és maga mindegyik elnök egyedül is meg tudja verni a töröket, mert a történelem hazugságaink megvannak, az a török sereg az kisebb létszámú volt, mint az a magyar. Tehát ténylegesen a katona, mert 75 ezer ember az be volt markotányos szállító, el kell képzelni az akkori logisztikát, az nem 100 ezeres sereg, az nem 100 ezer katona. Úgy gondolták, hogy egyedül le tudják győzni. És ha összefogtak volna, akkor a magyar sereg megverhette volna, nem a létszám dönt sokszor a csatában, de nagyobb eséllyel vehette. Magyarországon volt példa az összefogásra, 48-ban, 56-ban. Ma, tehát ha ma úgy viselkedünk, mint Mohács előtt, a hungárok sziták örülnek, hogy a szunitáknak nincs sikere, a szuniták meg vissza, akkor baj van. Mindenkinek össze kell fogni, hogy Magyarország ebből kilábaljon. Azt is elmondtam itt sokszor az árfolyam változásnál, hogy teljesen, ha a magyar euró 350 forint vagy 400 forint a hús ára, Európában az egy piac az azonos. Attól mindenki szegényedik. Tehát most Mohácsi csatát meg lehet elvileg ismételni, meg lehet ismételni győzelemmel, ha van összefogás, ha mindenki tudomásul veszi, hogy ennek a csatának, a győzelemnek lesznek vesztesei, nem jár mindenki jól. Ez a legalapvető. Lesznek ennek áldozatai. De Magyarországot összefogással lehet megmenteni. És ez a vállalkozásoknak is alapvető érdeke. Érzelmileg, az a vállalkozói kör, ez itt akar boldogulni, ez nem akar kivándorolni, itt akar sikereket elérni, itt akarja a tőkéjét, befektetéseit megmenteni, itt akar milliókat foglalkoztatni, ők teszik gyakorlatilag ezt, tehát erős a kötődésük a hazához és a nemzethez. Tehát nem akarok ilyen fentkölt szavakat mondani, de a jelenlévők múlik az, hogy az az egyetemi fiatal, vagy a utánunk jövő generáció valójában itt akar. Mert, gondoljanak bele, azt mondja, hogy mi közöm nekem az elődök, rám hagytak ennyi adósságot, most adóból kell majd visszafizetni, nekem mindig magasabb lesz az adóm, a gyerekeimnek hátránya keletkezik, és megpróbál elvándorolni. Megsúgom nekik, hogy Európában nem lesz jó helyük. Tehát Nyugat-Európa nagyobb bajban van, véleményem szerint, mint Kelet-Európa, aminek a jövőjében lehet hinni, ha van okos stratégia. Ha visszatérünk, megint ezt mondom, a termeléshez, a társadalomban lévő munkaerő arányok helyretételéhez, amikhez a kormány által meghirdetett reformok, közigazgatási, az oktatási, és sorolhatnám a nyugdíjtól kezdve, mi ezeket követeltük, nem feladatom megszólalni, mégis azt mondom, lehet, hogy azzal kellett volna kezdeni, és nem az alkotmánnyal. Tehát azokat kellett volna előrehozni. Azok maradtak el, és amikor mi beléptünk az Unióba, ugye jelenlévők többsége emlékszik rá, akkor azt mondtam, hogy a reformok nélkül belépni az Unióba, az egy tragédia. Mert ha itt minden jó, akkor az Unió kellett volna belépjen Magyarország. Ez a lényeg. Tehát a reformok és a változást, a vállalkozások, akiknek a tudása az magasabb az átlag hazai állampolgárnál, ezt felismerve igenis támogassák. Meg kell változni. Meg kell változni. Alkalmazkodni kell a piachoz, érdekek mentén, és az érzelem az legyen a szülőföld, a falu, a város, ahol voltatok, vagy a családotok környezete, az természetesen ez mindenkit köthet. Tehát ha nem egy mohácsi felkészülés van, ha az ország egységes, ha a politika jól érti a hangsúlyt, ismétlem, jól érti a hangsúlyt, ha nem a mondjuk a csónak
díszítésén vitatkoznak, amelyik süllyed, ahol merni kell a vizet. Hogy az milyen színű, hanem meri mindenki a vizet, akkor van lehetőség. Tehát az összefogás és a termelés. Úgyhogy köszönet, azt tudom mondani a nemzet napszámosainak, tényleg annak kell tekinteni a hazai vállalkozásokat, akik millióknak adnak kenyeret, és Széchenyi mondását, ugye ő az én példaképem, kell idézni, hogy igen, a kisemberre nem mondom el hosszan, mert sokszor elmondtam, hogy ott van jó dolog és rend, ha úgy érzi a kisvállalkozó, hogy a haza sorsa rajta múlik. Köszönöm a figyelmet.